Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 68. adását látják. Ízelítő mai témáinkból. Fekete diódíjat kapott Pallak Katalin, az erdőkertesi faluház és könyvtár vezetője. 2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutyát csippel kell ellátni. A kötelező védőoltáskor már csak csippel rendelkező kutyákat oltanak be veszettség ellen. Téli menedék címmel nyílt kiállítás Tar Ildikó festőművész alkotásaiból a Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti kiállító termében. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 28-as törvény 42/A és 42/C paragrafusa és a keftelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010-es kormányrendelet 17/B paragrafusának 10. bekezdése alapján 2013. január 1-től a 4 hónaposnál idősebb ebek csak transponderrel, azaz bőr alá ültetett mikrocsippel megelőlve tarthatóak. Az ebb tulajdonosának a mikrocsippek bőr alá történő beültetését magánállatorvosnál kell kezdeményeznie. Ez a rendelet előírja, hogy január 1-től 2013. január 1-től minden kutyát kötelezően csippel kell ellátni. Ez egy elég nehéz kérdés. Számtalan problémát vett föl, ugye minden törvény, minden rendelet annyit ér, amennyit meg lehet belőle valósítani. Hát reméljük, hogy ezt meg fogjuk tudni az állatorvosi vonalról tenni, mindent, amit csak tehetünk, hogy a tulajdonosok hogy fognak ezt hozzáállni, az a jövő zenéje. Mit kell tudni erről a csippelésről? Mi történik ilyenkor? Azt hiszem, hogyha megmutatjuk, akkor talán könnyebben megértik azok, akik nem szakemberek. A lényege az, hogy egy viszonylag nagy méretű, nagyobb átmérőjű tűben benne van egy mikrocsip, amelyik egy 15 számjegyből álló kódot tartalmaz, és ez a kutyának az egész életére a megjelölését teszi lehetővé. Ezt a nyak bal oldalára kell, kötelezően arra az oldalra kell beültetni, és a következőképpen zajlik. Ugye valamilyen módon rögzítjük a kutyát, ez egy külön mese, hogy kiskutya, nagykutya, ideges kutya, nyugodt kutya, el kell ebódítani, nem kell elbódítani, mennyire hallgat a gazdájára, mennyire tűri az állatorvost, mennyire tűri egyáltalán a tűt, ugye, mert nem egészen mindegy, hogy mondjuk egy védőoltást, amikor beadunk, akkor egy ilyen vékony, hát majdnem, hogy akupunktúrás jellegű tűvel, vagy vastagságú méretű tűvel dolgozunk, vagy pedig egy ilyen durvának tűnő, de mégsem gorombán bántja a kutyákat, ez a tű, mégse goromba tűvel dolgozunk. Tehát ebben a tűben benne van ez a körülbelül 1-1,5 cm átmérő hosszú mikrocsip, amit itt most megpróbálok kinyomni, ne ejtsük el. Ugye? Ez. És amikor én a tűvel a bőr alá bejutok, ezt ugye invazív beavatkozásnak nevezik, és hát tanácsos, hogy ezt tényleg csak állatorvos végezze, mert a terület sem veszélytelen, a nyaki rész, ugye ott komoly erek futnak, tehát itt elég rendes sérülést lehet okozni, ha rosszul csinálják, vagy hogyha a kutya túl mozgékony, és hát ugrálás közben esetleg nem szándékosan, de rossz helyre kerül ez a implantátum, vagy pedig olyan szúrást kap a kutya, ami hát veszélyes lehet, vérzést okozhat. Nos, tehát bekerül a bőr alá ez a mikrocsip, és utána le kell ellenőrizzük egy speciális szerkezettel, amit szintén meg tudok itt mutatni, azzal a kiegészítéssel, hogy ugye a csomagolás, az különféle mikrocsipek vannak. Van, hála Istennek, egy kisebb is, amit kisebb kutyának, mondjuk egy máltai palota pincsén sejem kutyának, vagy pedig pekinginek a nyaka bőre alá teszünk be, vagy nagyobb kutyáknak, amelyikek bírják jobban ezt a vastag tűt. Nos, tehát a saját érdekünk is az, hogy először ugye bekapcsoljuk a szerkezetet, elem működik, elkezd keresni, és kijelöli a 15 számjegyű kódot. Ezt mindenképpen érdemes megcsinálni, mert a saját gyakorlatomban is előfordult, hogy valamilyen csomagolási hiba miatt nem azonos
csip volt benne, és utána aztán kellemetlen a dolog, mert egy kutyába csak egy csipet lehet betenni egész életébe, annak ellenére, hogy volt olyan tapasztalat, hogy már kettő vagy három csipet is találtak el, eső állatorvos. Nos, amikor megtörtént a beültetés a bőr alá, akkor újra ellenőriznünk kell ezt a akciót, hogy jó helyre került-e, valóban benne van-e. Most itt egy másikat megmutatom, ezt a kisebb kutyának való kis csipet. Tehát ezt is ugye, itt még ugye nem talál semmit. Keresünk, és szépen meg fogja találni, ha igazunk van. Igen. Na most, az is lényeges, hogy milyen keresővel dolgozik az ember, mert ebből vannak lényegesen kisebbek, alacsonyabb árfekvésűek. Én úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megkockáztatni, hogy egy ilyen nagy palacsintasütővel gyakorlatilag könnyebben nagyobb felületet tudjak átnézni, mert az sem mindegy, hogy itt a kutyával mennyi időt tölt el az ember, ami keresgéli a csippet. Ez a szám mit jelöl, mire jó tulajdonképpen? Mit tartalmaz? Hát ez arra jó tulajdonképpen, mondom, hogy a kutyát egy életre megjelöli, és abban az esetben, hogyha a kutya elvész, megszökik, befogják valahol, akkor ezt ott, ahol megtalálták a kutyát, ott is majdnem biztos, hogy találnak olyan kollégát, vagy olyan intézetet, ahol ezt le tudják olvasni. Leolvassák ezt a számot, és ennek a számnak egy elég bonyolult regisztrációja van, amit nekünk el kell végezni sajnos, és ennek a regisztrációnak a segítségével a szám alapján megtalálják a tulajdonost, a tulajdonosnak az e-mailje megvan, és a tulajdonos telefonszáma ebben a regisztrációban megvan, és így aztán azonnal meg lehet találni az elveszett kutyának a gazdáját, értesíteni lehet, és viheti haza. Sziasztok! Az lenne most a téma, hogy augusztus 1-től ugye a törvényben írják le, hogy kötelező a kutyákat csippel ellátni. A ti kutyusotokban van-e ilyen szerkezet? Én nem tudok róla, hogy lenne, de nagyon kötelességtudó állatorvosunk van, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy van benne. Én hétvégi kutyasétáltató vagyok egyébként, úgyhogy a szüleim hatásköre inkább ez. És hát anyukám ért is hozzá, úgyhogy arra gyanakszom, hogy van benne csip. És nektek mi a véleményetek erről a kutyacsippezésről, hogy minden kutyába kell legyen egy ilyen csip? Hát igazából még nem tudom, hogy miről szól. Nekem nincsen kutyám, csak én is hétvégén szoktam sétáltatni, de hát biztos van értelme, úgyhogy hajrá! Tehát akkor a szám alapján egy számítógépes rendszerbe föl kell vinni a számot és a tulajdonosok adatait. Igen. Na most itt is van egy kis bökkenő, mert elméletileg ez egy állami rendszer kellene, hogy legyen. Ez a regisztrációs rendszer. Ez az állami rendszer egyelőre nincs. Viszont a Magyar Állatorvosi Kamarának megvan ez a rendszere, és a jelen állapot szerint az Állatorvosi Kamara regisztrálja ezeket a kutyákat. Szó van arról, hogy ezt a regisztrációs rendszert fogja majd az állam átvenni. Hogy ez mikor lesz, hogy történik meg, azt egyelőre nem tudjuk, de a rendszer tény valahogy működik, ugye? www.petveddata.hu ez a rendszer, és ebben regisztráljuk mi ezeket a felvett adatokat. Most ez nyilván úgy működik, hogy az ember először kitölt egy adatlapot. Ennek három alapvető vonatkozása van. Az egyik az állatra vonatkozik, az állatadatra, a másik a mikrocsipre, ugye? A regisztrációs adatoknál ugye a tulajdonos valamennyi adata itt van, tehát névcím, telefonszám, e-mail, pontosan, és az állatnak az utolsó veszettségoltása, az érvényes veszettségoltása is itt van, egészen részletesen, tehát milyen anyaggal, melyik cégnek a termékével, az illető oltóanyagnak mi a gyártási sarszáma, és hogy egy évre vagy fél évre érvényes az az oltás. Na most ezt nyilván, ez a nehezebbik része. Tehát, hogyha kutyával szót értünk meg a tulajdonossal, akkor ennek a behelyezése, mondom, nem tűnik olyan nagy dolognak, mert ezt a vágó élet a tűnek a végén meglepően jól csinálták meg, és számomra is meglepő volt, hogy különösebb fájdalmat nem okoz. Tehát riasztó ez a viszonylag vastag tű, de az a tapasztalat, hogy az állatokat igazából nem bántja. Tehát, hogyha a kutya nyugton van, és hát mondjuk nyugodt körülmények között tudjuk ezt csinálni, akkor ez nem okoz gondot. És hogyha ez kötelező minden kutyára nézve, akkor ugye azt is el kell mondjuk, hogy mibe kerül ez a gazdinak. Igen, na most ez megint egy neurológikus kérdés, ugyanis a törvény átgondoltan vagy nem átgondoltan előírja, hogy ez 3500 forint. Na most ennyiből ez egy jó kategóriájú szerkezet, ezt
hát nem akarom mondani, melyik cég csinálta, mindegy. Lényeg az, hogy 100-200 ezer forint között van. Ugye a csippek, azok is, hogyha mindenféle állatorvosi kedvezményt leszámítunk, akkor 1000 forint körül vannak. A cégek már most kezdenek újabb és újabb csippekkel előjönni, ugye, mert van lehetőség arra, hogy ez a kis mikrochip esetleg a beültetett területről elvándorol, pusztán a gravitáció miatt is esetleg, vagy olyan szövetrétegbe kerül, ahol szabadabban tud mozogni, de azért megtalálható, ugye. De mindegy, a cég már most azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan csippet gyártani, és már meg is van, mert nekem már felajánlották, amelyik a beültetés helyén ott marad, mert valamilyen szöveti kötődésekkel ugye ott tudja rögzíteni a csipet. Tehát a 3500 forintban gyakorlatilag ez az egész procedúra, plusz az adminisztráció, az idő, a fölborult rendelési idő, a küszködés itt a kutyával esetben, ez nem igazán fér bele. Tehát ezt igazolja az is, hogy országosan elég széles intervallumban kérnek ezért az állatorvosok térítési díjat, és ezért kénytelen volt, illetve hát vagy kénytelen volt, vagy nem, de az Magyar Állatorvosi Kamara elnöke egy ajánlást fogalmazott meg. A mikrochip beültetésnek a teljes procedúrája, figyelembe véve a ráfordításokat is, az 6000-től 9500 forintig bruttó ezt az összeget javasolja. Na most itt Gödöllőn, én csak inkább a saját területünkről tudok nyilatkozni, az állatorvosok próbálnak lojálisak lenni a gazdákhoz, és egy ilyen 5000 forint körüli összeget gondolunk egyenlőre reálisnak. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen bevezető árnak tekinthető, és jövőre, amikor már ugye a kötelező rész lezajlott, mert ugye elsőig elvileg minden kutyát csippel kéne ellátni, utána feltehetően ez emelkedni fog. Ha valaki ezt végignézi, ezt az egész tortúrát, hogy hogyan zajlik ez az egész, és utána milyen adminisztrációval jár, akkor bizonyos vagyok benne, hogy ez az összeg, amit most mi kérünk, ez egy nagyon baráti, tisztességes, és kutya, és állatbarát, és állattartó barát összeg. Mi történik akkor, hogyha a gazdi elköltözik, tehát a regisztrációt, ő megváltoztathatja esetleg ebben a rendszerben, bele lehet-e nyúlni, vagy csak az állatorvosok kezelhetik ezt a számítástechnikai vagy internetes rendszert? Ezt az állatorvosok kezelik, de a kérdés rendkívül jó, ugyanis ezek az adatok, amiket felvettünk, ezek elvileg kőbevésett adatok. Ha ebből bármi megváltozik, tehát mondjuk a kislány nevére írják a kutyát, mert úgy aranyos a dolog, de a leányzó, mit tudom én, fél évenként változtatja az e-mail címét, mert esz egy pontot bele, vagy a születési évét, stb., abban a pillanatban nem találják meg a kutyáját. Tehát ha egy pontnyi eltérés van, akkor már nem működik a dolog. Tehát, hogyha mondjuk elköltöznek, lakcímváltozás van, telefonszámváltozás van, e-mail változás van, a kutya nevét se lehet megváltoztatni, de ha akarja, megváltoztathatja, de akkor módosítani kell a regisztrációt. Tehát akkor kell keresni, vagy nyilvánvaló az a praktikus, hogy azt a kollégát, akinél ez a dolog megtörtént, a transzplantátumnak, illetve hát ennek a mikrochipnek a beültetése, vagy pedig egy olyan állatorvosi rendelőt kell keresni, ahol ezt csinálják, és akkor van erre mód a rendszerben, hogy módosítás. Bármilyen adatot lehet módosítani. Ugye ez rendkívül fontos, mert különben nem találják meg a kutyát. És még annyit, hogy hiába töltjük mi ki ezt a regisztrációs adatlapot, ha nem történik meg utána a rendszerben a regisztráció, akkor teljesen értelmetlen a dolog. És akkor most január 1-től kötelező minden kutyára, tehát még egyszer elmondjuk, hogy minden kutyára kötelező, és akkor mi történik a kóbor kutyákkal? Tehát akkor most, ha találnak egy kóbor kutyát, és abban nincsen csip, akkor automatikusan elaltatják? Hát erre igazából nem tudok választ adni, de ugye megvannak most is a kutyamenhelyek, tehát feltétlenül nem altatják el, hanem valószínűleg befogják, és kutyamenhelyre kerül. Ott mostanában például, én a gödöllői példát tudom mondani, itt az állatvédő barátaink tényleg nagyon becsületesen és nagyon állat szeretően próbálnak gazdát keríteni azoknak a kutyáknak, akiket befogtak. Hát valószínűleg ez a útja, módja a jövőben. Az állatvédelem szempontjából miért fontos a csippezés?
Hát úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert elég sok kutyus kerül be gyepmesteri telepekre, illetve menhelyekre, elsősorban a szilveszteri petárdezési időszak után. Ezeket a kutyákat sokkal könnyebb hazajuttatni csiplaolvasás után, ugyanis elég messzire képesek elmenni egy-egy ilyen durranás következtében, és nem biztos, hogy a gazdi éppen arra fele keresni, amerre szegény kutya fejveszve menekült több napon keresztül. De azt megelőzve, hogy a kutyusok elszaladjanak szilveszterkor, milyen teendőjük van a gazdájuknak? Mit csináljanak, hogy ne menjenek el az kutyusok? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szilveszteri időszakban mindenki figyeljen oda arra, hogy a kutyus a biztonságban legyen egész este. Ezt elsősorban úgy lehet elérni, hogy zárt helyre zárjuk a kutyust, garázsba, esetleg lakásba, egy-egy fürdőszobába, onnan, ahol nem kap frászt egy-egy ilyen durranás alkalmával, és nem fog kiszaladni a világból. Annyiféle zaj van a városban, a falukban. Miért pont a petárdázástól félnek ennyire a kutyusok? Kutyusoknak sokkal, de sokkal érzékenyebb a hallásuk, mint nekünk embereknek, és még mi is hajlamosak vagyunk megijedni egy-egy ilyen hirtelen durranástól. Ráadásul szerencsétleneknek fogalmuk sincsen, hogy ez miért történt, honnan történt. Ők egyszerűen csak a nagy robajt hallják, és fejveszve menekülnek ilyen esetekben. Azon túl, hogy petárdázás szilveszteri időszak, de ez egyértelműen azt is jelenti, hogy nagyon hideg van odakint. Mit tegyenek azok a gazdák, akik bent tartják a kutyákat, és hát ki kell vinni sétálni, illetve mit tegyenek azok a gazdik, akiknek eleve kint van a kutyájuk? Én úgy gondolom, hogy azok a gazdik, akik ilyen időszakban kint tartják a kutyusokat, mindenféleképpen be kéne, hogy zárják őket, amint említettem, garázsba vagy egy zártabb térbe, akiknek pedig bent van a kutyusuk, azok nem minden kutyus retteg a petárdázástól, ezt mindenki azért ismeri ennyire a saját kutyáját, de őket is érdemesebb akkor elvinni sétálni, amikor még nincs petárdázási időszak, tehát inkább a délutáni órákban, semmint este vagy éjszaka. A kutyák számára esetleg van-e valami nyugtató, amit adhatnak a gazdák? Így van, ezeket általában ugye felügyelet mellett szokták adagolni a gazdik. Mindenféleképpen azt javaslom, hogy a gazdik kérjék ki az állatorvosuknak a tanácsát, illetve ezek a szerek állatorvosoknál, illetve állatorvosi patikákban beszerezhetőek, akár itt Gödöllőn is. Akinek esetleg elveszik mégis a kutyája, ő hol keresheti? Én úgy gondolom, hogy elsősorban az önkormányzatot kéne felhívni, mert ugyanis minden településen vagy van egy szerződtetett partner, aki arra hivatott, illetve azért van szerződésben az önkormányzattól, hogy a kóborebeket összegyűjtse. Úgy hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy ott érdeklődjenek elsősorban, illetve a környező menhelyeken, szervezeteknél, és természetesen a plakátolás az, ami a legfontosabb ilyenkor, hogy minél hamarabb hazakerülhessenek, illetve visszakerülhessenek gazdájukhoz az elkóborolt állatok, de hát a legegyszerűbb módjának, hogyha csippet ültetnek a kutyusokba. December 7-én a Megyeházán vehette át Pallak Katalin a Pest megyei népművelők által odaítélt Fekete Dió díjat. Az elismerést 1996 óta minden évben odaítélik annak a közművelődési szakembernek vagy intézményi kollektívának, akik kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítményt nyújtottak működési területükön, a településük és a régiójuk közösségi művelése fejlesztésének szolgálatában. Hogyan indult el ezen a pályán? Hogyan gondolt, hogy a közművelődésért kell dolgoznia itt Pest megyében? Ez nagyon régen volt, és nem is úgy kezdődik, hogy a Pest megyében szeretnék dolgozni. Somogy megyei vagyok, csurgói, és hetedikes lehettem, amikor az ottani művelődési házban dolgozott egy igazgató, úgy hívják, még ma is él, Gici Tamás, és hozzájártunk dekorációs szakkörbe. Annyi érdekes dolgot láttunk és készítettünk az ő vezetésével, irányításával, hogy bennem akkor fogalmazódott meg, talán nem fogalmazódott meg, csak így most visszagondolok rá, hogy akkor ült bennem ez mélyen el, hogy valami ilyesmit szeretnék én is majd valamikor. Aztán persze nem ebbe az irányba indultam. Középiskolában már én szerettem volna magyar
szakos tanár, magyar és orosz szakos tanár lenni, aztán nem került rá sor, hogy én eljussak a főiskolára, és elmentem dolgozni az érettségi után. És már egy pár évet dolgoztam, amikor volt az a lehetőség Csurgon a művelődési házban, hogy kerestek egy embert, akinek van végzettsége, hát olyat nem találtak, és akkor kaptak engedélyt, hogy olyat is felvegyenek, akinek nincs, és azzal a feltétellel, hogy megszerzi záros határidőn belül. Én akkor ennek nagyon megörültem, és elmentem dolgozni a művelődési házba, és természetesen elmentem felvételiztem, fölvettek, és Pécset elvégeztem a főiskolát, és magyar szakos tanár lettem, de ugye nem orosz, hanem népművelés volt a párosítás, mert hogy ez volt a cél. Első pillanattól szerettem dolgozni. Nagyon jól éreztem magam, és azóta is nagyon jól érzem magam ebben a munkában, mert én azt gondolom, hogy én valószínű, hogy erre születtem. Minden lébekanál vagyok, és mindenbe szeretek belenézni. Mindenben, mindenhez van véleményem, és ezt mondjuk nem mindig szerencsés, de meg is próbálom majdnem mindig kinyilvánítani. És az a fontos ebben a munkában, hogy nyitott legyen az ember. És azt gondolom, hogy ez bennem megvan. Katalin Csurgón kezdte a népművelői pályafutását, és közel 20 évig dolgozott ott, majd átkerült Nagyatádra. Az évek során folyamatosan képezte magát, így egyetemi végzettséget is szerzett művődés szervezésből. Majd az élet úgy hozta, hogy munkanélküli lett, de ő nem adta fel a szakmát, így megpályázta a közel 300 kilométerre fekvő erdőkertesi álláshelyet. Leírtam azt, hogy mennyire láttam bele erdőkertesben, mit néztem meg belőle, mit tudok belőle, és hogy leírom azt, hogy én eddig mit tettem, mit szeretek, és ha úgy gondolják erdőkertesen, akik ezt elbírálják, hogy az én szakmai múltam, és az elképzeléseim, meg a gondolkodásom, főleg a gondolkodásom, az megfelel itt, akkor döntsenek mellettem, és akkor megmutatom, hogy tudok itt is dolgozni. Tehát ez valahogy így nézett ki, nem teljesen, de valami ilyesmit írtam le szakmai program félében. És hát szóma szumárom, hatan pályáztunk, és én nyertem. Nyerhetett volna itt helybéli is, meg olyan, aki itt született, és szomszéd településen dolgozott, és gyökerei vannak itt, és tudom, hogy nagyon jó pályázatot írt. És mégis én mellettem döntött a testület, amit én köszönök is nekik, és örülök neki, és úgy gondoltam, meg hát, ha nem így gondoltam volna, akkor is így történt, ezt a munkát szívvel, lélekkel itt folytattam, erdőkertesen is. És ebből, hogy a megyei egyesület engem méltónak talált arra, hogy ezzel a Fekete Tió díjjal megjutalmazzon, azt gondolom, hogy talán akkor látszik is valami abból, hogy én ezt szívvel, lélekkel végzem itt. És hát nagyon, nagyon meg is hatottam, miután felocsúttam. És azt hiszem, hogy még igazán nem is dolgoztam fel, hogy én ezt kaptam. De úgy gondolom, hogy ez még egy lendületet és lökést ad abban a mai szerte szétszórt világban, amikor minden érték válságban van, minden válságban van valójában. Az emberek nem tudják, hogy viszonyuljanak egymáshoz, de saját magukhoz sem. Akkor pláne a kultúrához hogyan viszonyuljanak. Mit tegyenek, vagy mit használjanak ki belőle. Vagy mi hogy vegyük rá őket, hogy mi azért vagyunk, és azért tesszük ezt, hogy ő hétfőn megint föl tudjon kelni, és el tudjon menni egy hétre, és dolgozni tudjon. Tehát, hogy mi ehhez töltést adunk, hogy használja. Tehát ezeket a dolgokat mi próbáljuk a munkánkkal, a
mindenünkkel, a beszédünkkel, a tetteinkkel ezt próbáljuk erősíteni, és ezt sugalljuk, és mondjuk mindenféleképpen, és ezt szeretnénk elérni. És ez azt gondolom, hogy egy plusz lökést ad még nekünk. Nekem mindenképpen, de én azt gondolom, hogy a kollégáimnak is, mert hogy ezt a díjat jó, én kaptam, de ezt a munkát, amit itt végzünk, ezt közösen végezzük. Közösen mindannyian. Eddig még nem beszélt a családjáról. Hogyan élték meg ők ezt a vándorlást tulajdonképpen, ugye Csurgóról át Nagyatádra, aztán majd onnan ide? Milyen története van ennek? A Nagyatádra még nem kellett vándorolni, mert be tudtam járni nap mint nap, amint mondtam, ez 25 kilométer. De amikor munkanélküli lettem, akkor már ez a dolog felmerült, hogy most akkor megyek máshova dolgozni a szakmából, vagy elmegyek tanítani, vagy bárhova. És akkor azt mondtam a családomnak, és még nem is beszéltem róla, hogy van egy férjem és két nagy fiunk, most már, hát akkor is nagyok voltak már, mert ma már 34 éves a nagyobbik és idősebbik, és 30 éves az ifjabbik. És ők már félig meddig nem is otthon laktak. És azt mondtam a férjemnek, hogy én, ha itt nem találok munkát a közelben, akkor oda megyek az országban, ahol van. És mit szólsz hozzá? És akkor azt mondta, hogy hát, ezt te tudod. És ő is tudta, hogy én, ha elmennék, tudom, hogy én tanárnak, magyar tanárnak készültem, de akkor már, abban az időben már nem tudtam volna elképzelni, hogy én más csinálok. És azt, hogy az ember olyan valamivel foglalkozzon, amit nem tiszta szívből csinál, azt nem tudtam elképzelni. Tudom, hogy az embereknek az öme, a nagyon nagy százaléka nem azt csinálja, amit igazán szeretne. Ezt nem olyan túl sok ember teheti meg, de én magamnak nem tudtam azt elképzelni, hogy én akkor most elmegyek és beülök egy hivatalba, és oktatási vagy közművelési referensként ott jól elmondom a véleményemet, jól megcsinálom a statisztikákat, jól kiosztom az észt. Nem, ez nem az én műfajom. Én azt gondolom, hogy én szeretek kint lenni terepen. Ez egy játékos szó. És élni és csinálni azt, amivel sok mindenkinek örömet szerzek, és ezáltal magamnak szerzem a legnagyobb örömet, mert amikor látom, hogy egy munkánknak eredménye van, hogy jól érzik magukat az emberek, hogy egy színházi előadásról úgy mennek ki, hogy köszönjük, hogy jövünk legközelebb is, vagy egy foglalkozásról hazaviszik a gyerekek, a szülők azt, amit készítettek, és boldogok. Hát, nekünk ennél nem kell több. Úgyhogy azt mondta a férjem, hogy jó, akkor ahova mész, akkor oda megyünk. Itt erdőkértesen nyilván tisztában vannak vele, hogy önök milyen munkát végeznek itt, de nekünk a Televízió 24 településen közvetíti ezt az adást. Mit tud elmondani erről a faluházról, a saját tevékenységéről, vagy a kis csapatnak a tevékenységéről, hogy mit adnak a falunak önök? A 70-es években épült itt egy művelődési ház, egy lapos tetős, hagyományos építésű épület, és 8-9 évvel ezelőtt a polgármester, dr. Pásztor László a község polgármestere elhatározta, én akkor még nem voltam itt, elhatározta, hogy itt lesz egy szép új művelődési ház, áttervesztette és átépítette az épületet, meg kibővült, nagyon-nagyon szép könyvtára lett, igaz, hogy kicsi, egy kicsit nekünk, de nagyon szép, barátságos könyvtár lett. Aztán szép galéria, ahol kiállításokat lehet rendezni, és minden olyan bensőséges eseményt, rendezvényt, mint például most az esküvők már több éve itt zajlanak nálunk. Aztán
szerkezetkész állapotban voltak az emeleti részek, kivétel a könyvtár emelet, ami elkészült, de 5 évvel ezelőtt abból is elkészítettük az egyik oldalát. Tehát ott is 2 nagyon-nagyon szép, barátságos termünk lett. Az egyiket mozgáscsoportoknak használjuk, ott van egy nagy, óriási tükör a falon, a másik meg egy kisebb, egy ilyen bensőségesebb, kis barátságosabb, ezt a Rohém szobának neveztük el ezt a kis szobát. Ott névadók is vannak, és a kisebb 10-20-30 fős események, de már ott is volt kiállítás is. És ez egy 110 milliós beruházás volt, amiből 40%-ot állt a település, a többit meg pályázaton nyerték el. És nagyon, én azt gondolom, hogy a településnek az egyik legmutatósabb épülete lett. A tevékenységünk, ugye azt említettem, hogy könyvtár és faluház vagyunk együtt. A könyvtári tevékenység az folyik nap mint nap a meghatározott időben. A faluházi események pedig, mint egy szokványos településen, vannak kis csoportjaink, vannak olyan kis csoportok, akik bérlik a házat, és saját maguk szerveződnek, van olyanok, amelyeket mi szervezünk. Aztán kiállításokat rendezünk, erről már beszéltem, hogy átlagosan olyan 1,5 hónapig tart egy-egy kiállításunk. Ezek megnyitóval, minden esetben megnyitóval indulnak, ahol szeretnénk az alkotóknak, a megjelenteknek is egy kis komplex élményt adni, zenét és verset vagy prózát. Tehát egy esemény, egy fél, egyórás esemény, amikor megnyitunk egy kiállítást. Volt már, amikor művészettörténészt hívtunk meg, de volt olyan, amikor egy pályatárs, volt olyan, amikor a polgármesterünk beszél egy kiállításról, és nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van a Veresi Zeneiskolával, sokszor ők jönnek el, aztán vannak a településen zenészek, ők is zenélnek, néha énekest hívunk, tehát mindig valami olyant, amitől pluszt kapnak az emberek, és úgy mennek el innen egy kiállítás megnyitóról, hogy de jó volt, és akkor jövök a következőre is. Néhány évvel ezelőtt egy közkincs programban a kistérségi kerekasztalt indítottuk el, és ennek az egyik művelete az volt, hogy összegyűjtöttük, legalábbis nekiálltunk összegyűjteni a településen levő, hát úgy hívtuk, hogy értéktár. Ebben olyan embereket gyűjtöttünk össze, akik valamiért fontosak nem csak a mai élőknek, hanem esetleg az utókornak is. Általában a nyári táborokra pályáztunk, volt már eszközbeszerzési pályázatunk, azokon is nyertünk, és itt elég sok mindent ki tudtunk alakítani az épületnek a felszereltségében. De főleg a nyári táborokra szoktunk pályázni, ebből kiderül, hogy nyáron táborokat rendezünk. Színjátszó tábort például, ami olvasótáborból fejlődött színjátszóvá, aztán kézműves tábort, aztán néptánc tábort, és az egyik szívem csücskét, a természetjáró tábort, amit még a régi életemből hoztam magammal, mert 10-valahány éve még Csurgon kezdtem el, aztán Nagyatádon folytattam, és amikor idejöttem Erdőkertesre, akkor természetesen már az első évben egy természetjáró táborral indítottunk abban a nyárban, amikor én idejöttem, és ezt azóta is folytatjuk, és még olyan táborosom is van, aki a Csurgói táborban indult valamikor. Tehát ez egy ilyen folyamat, ami szintén azt az érzésemet erősíti, hogy ezt kell, tehát szükség van erre a munkára, és ezt kell csinálni. Erdőkertesen a faluház dolgozói a gasztronómiai vonalat is próbálják erősíteni. Rétes, illetve mézes kalács sütő versenyt is hirdettek. A rétes sütésre csak házi készítésű tésztával lehetett nevezni. Olyannyira jól sikerült a felhívás, hogy a falu benevezett az új Szent Iváni Rétes Fesztiválra is, ahol már több éve rendre díjazottak is lesznek. Mindig meg kell újulni, tehát ez a gasztronómiai dolog is így került a képbe, és itt még van egy érdekes, amikor a rétesnél, hogy vajon
ki fog itt rétest csütni, hiszen ez egy Pest megyei falu, akiket igazából 100 évvel ezelőtt telepettek ide. Tehát 100 éve itt még mi is volt? A Váci püspökségnek a birtokai voltak. És 1910-ben van az első említés, hogy parcellázták a területet. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon fiatal falu. És az 15 évvel ezelőtt még 3600-an lakták, azóta több mint duplájára növekedett. És itt az ország minden tájáról laknak emberek. Somogyból, Zalából, Baranyából, Borsodból, Csongrádból, Ceglédről ugye, akit az előbb beszéltünk. És a polgármester szokott ilyet mondani néha az Isten hazotton, hogy itt nincsen gyütment. Itt nem mondhatja senki senkire azt, hogy gyütment, mert itt mindenki az. És én azt gondolom, hogy ez az egyik olyan dolog, amit még ki kell használnunk, és erre tudunk építeni, hogy ezek az emberek az ország minden tájáról idejöttek, és mindenki más szint képvisel, mindenki más hagyományt, más gondolkodásmódot, és ezt kell valahogy kihasználni, kiaknázni, hogy itt ami szép, új és érdekes, azt mutassuk be, hogy mások is tudják, és vegyük át egymástól egymásét. Ez egy ilyen igazi, mondhatnánk, hogy olvasztó tégely is lehetne ez a település, hát majd tudjuk ugye a szociológusoktól, hogy ez egy 50 év, amire valami faluközösség kialakul egy ilyenből. Azt már mi nem hiszem, hogy nagyon megéljük, de reméljük, hogy az utódaink majd azt fogják tapasztalni, hogy igen, akik ide költöztek 50-60 évvel ezelőtt a régiekhez, azokból lett egy igazi közösség, és ennek az egyik segítője, élesztője és előidézője volt a településen levő közművelődés, a közművelődési tevékenység. Én azt szeretném, hogyha ez így lenne majd valamikor. Én azt gondolom, hogy ez a fontos benne a munkánkban, hogy az embereket egymáshoz közel hozni, és megtanítani azt, hogy egymásra számíthatnak, és egymás segítségével tudnak előrelépni. Tar Ildikó festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Gödöllőn, a polgármesteri hivatal földszinti kiállítótermében. A rendezvényt dr. Fogd Mihályné pedagógus nyitotta meg, majd a Chopin Zeneiskola két növendéke, Várkonyi Johanna és Liska Dóra adott egy rövid zenei műsort. A megnyitón fellépett még Mészáros Adrián magánénekesnő, aki a Csárdás királynőből adott elő részleteket. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgál minden tette, csodákra emlékezni jó. Látni, hogy átviharon, vészen, hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határkőnél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen. Csodákra emlékezni jó, messzi évekre visszanézni, számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsájtást, csodákra emlékezni jó.
hallelujás háladással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Turmezei Erzsébet versét mondtam. Ilyen határkőnél állunk ma is, Ildikó festményei előtt, és az ő kiállításának megnyitásakor ez a vers ragadott meg elsősorban, annyira őt láttam benne. Örülök, Ildikó, hogy ismét egy ilyen szép alkalomnak lehetünk a tanúi. Emlékszem arra, amikor sok-sok évvel ezelőtt, talán 10 évvel, 11 évvel ezelőtt ugyanebben a teremben először volt alkalmam megnyitni a te kiállításodat. Akkor volt az, hogy nagyon mély csodálattal néztem azt a termést, amit te nagyon rövid idő alatt létrehoztál. Ildikóról tudni kell, hogy 99-ben kezdett el alkotni, hát 13 év munkája, ha jól emlékszem. Hallottuk a megnyitóban, hogy 1999 óta fest. Honnan jött az ihletés, hogy honnan jött az ötlet, hogy a festés felé forduljál, hogy így fejezd ki azt, ami benned van? Igen, erre a kérdésre azért tudok elég cifrán válaszolni, mert igazából én nem akartam festeni. Tehát általános iskolás korom óta kifejezetten gyűlöltem a festéket, tehát az ecsetet és a festőszereket, mert a vízfesték az nem olyan, mint az olajfesték, és én mivel ezzel a technikával nem találkoztam, nem is volt kedvem, mikor mondták, hogy fessek, mert tudták, hogy szépen rajzolok, mindig azt mondom, hogy én soha majd talán egyszer nyugdíjas koromban megpróbálom. És hát úgy adódott, hogy volt, már akkor három gyerekes anyuka voltam, és volt egy kis üzletem, és betévet a szomszéd településről egy festőművész, ő már sajnos nem él, Ördög Elemér volt a neve, és rávett arra, hogy mivel meg, nem tudom, szóba elegyedtünk, és megkért arra, hogy mutassa meg azokat a rajzokat, mert ő mondta, hogy festőművész, és hogy milyen képeket alkot, és kíváncsi lett arra, hogy én meg milyen rajzokat készítettem, és akkor, amikor meglátta a rajzaimat, akkor azt mondta, hogy feltétlenül meg kell, hogy próbáljak festeni, és én hiába tiltakoztam, ő másnap eljött, és akkor elhozta az ecseteit, meg a festékeit, és akkor megmutatta, leültünk az udvaron, és akkor mutatta, hogy hogy festi a füvet, a fát, a vizet, és az eget, és láttam, hogy ez így nem áztatja el, mert a faroslemez nem ázik el, az olajfesték nem folyik szét. És hát láttam, ilyen egyszerű. Hát nekem már akkor is úgy tűnt, hogy ez egyszerű, hát mi ebben nagy dolog. És ott hagyta a szereit, hogy próbálkozzam. Hát én meg nekifogtam egy olyan dolognak, ezt is kerestem, hogy mit fessek. És akkor találtam egy képes lapot, a kicsi fiam már egy kicsit összegyűrkölte, de egy havas hegycsúcs volt rajta, előtte vízzel, és hát mondom, megpróbálom. Tehát, szerintem elég sokáig dolgoztam rajta így a mostani időt, amit töltök egy alkotással. De annyira jól sikerült, hogy az első kereskedő, aki mikor egy fél év múlva meglátta egy ilyen, bele sodortak egy ilyen karácsonyi vásárba, engem már addigra már volt, vagy 30-40 képem karácsonyra, ez nyáron volt, és tehát azt mondta, hogy ő ezt viszi külföldre, ez neki annyira tetszik. Úgyhogy én meg csak lestem, hogy hát ezek a munkák kellenek embereknek, amit én csinálok, hát én csak játszani akartam. Én elkezdtem ezzel a dologgal tényleg csak így. Ilyen tényleg akkor ős autodidakta módon foglalkozni. És hát így kezdődött, azért mondom, hogy nagyon érdekes volt a számomra is. És azóta akkor már több éve fest. Vannak-e olyan nagy festők, akik megihlették? A mostani időszakban szerintem néhány éve találkoztam Neugrádi Antalnak a munkáival, tehát úgy, hogy úgy találkoztam, hogy komolyan elkezdtem nézni az alkotásait, Heller Andornak a munkáit. Tőle van is itt két úgymond másolatom, amelyeket az ő munkái ihlettek.
Neugrádi Andalnak is nagyon tetszenek a munkáit. Tehát a kortársak közt is nagyon sok olyan művész van, akiktől nagyon sokat tanulok. Név szerint nem említeném meg, mert nagyon sokan vannak, így hogy autodidakta vagyok, nagyon szeretem vizsgálódni, nézegetni a munkájukat, ebből tanulok. És valahogy mégis úgy alakul, hogy mégis olyan tarírikus lesz, amit csinálok, mert valahol mindig beleviszem magam, így érzem, meg így mondják, úgyhogy megmarad a sajátos stílusom ennek ellenére. Igen, ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy az előbb említette, hogy egy képeslap útján festett, illetve hogy ugye reprodukciók készültek egy másik festő festményéről. Egyébként a témák honnan jönnek? Tehát, hogy meglát valamit, és akkor lefesti, vagy így jön a lelkéből, és akkor azt ki kell festeni? Általában csak úgy, hogy a lelkemből valami jön, olyan úgy nem volt. Olyan van, hogy volt, találtam egy olyan kis lapocskát, amin volt két ág, és akkor átsütött a nap közte. Abból született egy sorozatom, teljesen más lett, tehát egy ilyen misztikus trilógia, vagy ilyen ártéri sorozatnak neveztem eleinte. Tehát úgy, hogy valami megihlett. Vagy volt egy teliholdas alföldi táj, ott van fönt, annak is egy teljesen más, tehát a realista képhez képest, tehát így születnek bennem, hogy látok valamit, megragad bennem, mondjuk a holdnak a telítettsége, a színvilága, és akkor, amikor én azt megfestem, az teljesen más lesz. Tehát én nem, tehát tényleg úgy van, hogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy én azt fessem, hanem onnantól kezdve megszületik benne valami, és akkor lesz belőle valami, és csak lesem. Tehát az az érdekes, hogy nem úgy festek, hogy mint láttam filmekben, és egy nagy festők, hogy megfest néhányt, és akkor messzire elmegy, és nézi, hanem valahogy ott ülök, és csinálom, és csinálom, és akkor, amikor egy kicsit szárad, akkor félreteszek, újra csinálom, és nem az a lényeg, hogy valami olyat akar, tehát nincs olyan tudatos elképzelésem, hogy pontosan mi lesz abból. Tehát így, ahogy mondta Évan, én is, hogy nem tervezem meg annyira, hanem hagyom úgy szabadon. És akkor ez lesz belőle. Ez a mostani kiállítás meddig tekinthető itt meg? Január végéig kaptam helyet itt a Városházának ebben a kiállítótermében, addig lehet látni a képeket. És a jövőre tekintve, mit lehet még várni, milyen festményeket, van-e valami terv, valami nagyobb volumenű? Hát igen, ez a nagyobb volumen, ez pontosan találó, mert kezdetben nagy festményeket készítettem, most úgy elmentem a miniatűr irányba így fokozatosan, nincs úgy helyem sem megint, és nagyon sok olyan tervem van, amit nagyban szeretnék. Tehát tájképek, nagyon sok ötletem, nagyon sok olyan képet találtam, ami ötletet ad nekem ahhoz, hogy megfessem. Szeretnék továbbra is a portrét, és abban is megpróbáltam magam, az egy nagyobb, hogy mondjam, odaszántságot és odafigyelést és nagyobb tudást igényel, amit annyira nem érzek még sokszor magam késznek rá, hogy abba belefektessem ugye az energiámat, meg az időmet. Nagyon szeretem a csendéleteket, azok jönnek, meg a tájképek, és akkor ezek szerintem új és új témák vannak a tarsolyomban, és ezt szeretném bővíteni. A Porta magazin 68. adását látták. Örülök, hogy ma is velünk tartottak. Javaslataikat, témáikat kérem küldjék a képen látható elérhetőségeinkre. Legközelebb január 5-én találkozunk. Várom Önöket akkor is szeretettel.